Ma reggel 9:00-kor kirúgtak az állásomból egy filmes mindenest, másfél hónap kemény munka után másokat szolgálva, aminek egyébként valahol nagyon örülök. Úgyhogy mostantól kezdve, hello világ, ismét úton vagyok, készítem továbbra is nektek az alkotásaimat, próbálok továbbra is inspirálni titeket. Az utóbbi két hónapban ismét több millióan nézitek, statisztikák alapján, organikus eléréssel, úgyhogy ezek szerint van létjogosultsága, hogy továbbra is dolgozzak. Pénz meg majd valahogy össze fog jönni, eddig is túléltem, most is túl fogom. Úgyhogy ma délelőtt bepakoltam az ország nyugati felében, Magyarország nyugati felében a 22 éves Honda logo autóba, és most így megpakolva, mint az összvér. Az egész stúdióm itt van, és megyünk az M1-esen, egészen pontosan anyukámnak, idős édesanyámnak a parasztházába vissza, a Zsámbéki medencébe, ezt már néhányan tudjátok, hogy Schatzberg kávé merre felé vagyok, és néhány nap múlva, amikor már kicsit kipihentem magamat, hát ismét elkezdek dolgozni nektek, és ezáltal inspirálhassalak ismét titeket a két hónap, közel két hónap hallgatás után, ezáltal én is épülhetek, és remélem, hogy nem sokára ismét személyesen találkozhatunk, akár Egerben, Demeter Csabi borász barátomnál, ahogy korábban is volt már ilyen, akár Erdélyben, a Felvidéken, a Délvidéken, úgyhogy, na, ez van, gondoltam, ezt gyorsan elmondom nektek, és köszönöm, hogy vagytok, és akkor menjünk tovább az úton. Ne felejtjétek, ez egy őrült naplója, és már 19 000-en követtek engem a Facebookon, nagyon szépen kösz. Minden jót, vigyázzatok magatokra, vigyázzatok egymásra. Sziasztok!